Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen. Sziget-Szent Miklóson vagyok, és ez itt mellettem a Ráckevei hév, és én nem lét, hát, vagyis hát egy már megszűnt megállót fogok bemutatni nektek, itt van Kék tó. Ez úgy tudom, hogy úgy van fönn a vasútállomás, hogy sosem létezett megálló, csak tervezett, de utána azt is írják, hogy egy ideig létezett, és meg is álltak itt vonatok. Igaz, hogy nem sok, de egy pár megáll, de hát mindjárt megnézzük. Majd, hogy valószínűleg a megálló az itt kezdődött, ahol így széjjelre van húzva mind a két vágány. Na most ezen a sínen most ment el egy vonat, úgyhogy egy darabig nem jön másik. Úgyhogy most itt ide bátran bejövök. És itt volt. Szerintem itt volt a középpelon. És volt itt egy aluljáró is valahol. Szerintem ott, ahol az a kocsi átjött. Hát most már a közút használja, de itt egy középpelont építettek. És egy gyalogos aluljárót hozzá. Hát most úgy tűnik, hogy az aluljáró már nincs meg, pedig itt láttam minden képeket. Ilyet a vasútállomások.hu meg is nézhetitek szerintem, hogy még ott megvolt az aluljáró lejárata, csak már elfalazva. Hát most úgy tűnik, hogy ma az sincs meg. De valószínűleg itt volt az aluljáró. Ez lehetett az. Vagy pedig lehet, hogy mégsem, hanem ott egy picivel odébb. De majd mindjárt megnézem, hogy találok-e valami ráutaló nyomot. De biztos, hogy itt kellett valahol a környéken lennie. Hát egyébként itt látjátok, itt már itt lakóházak között megy. És ami miatt valószínűleg ezt a megállót felhagyták, hogy szerintem alig néhány száz méterre, ott egyenesen Ráckeve fele, van a József Attila lakótelep megálló, és az pedig már létező. És valószínűleg az a lakóházakhoz kicsit közelebb van. De hát itt van ez a... És ugye ott is, ahol az a piros kocsi jön. Ja, de ide kanyarodik? Nem ide kanyarodik be. Vagyis, de ez el fog jönni alattunk. És valószínűleg itt volt valahol az aluljáró lejárata. Esetleg mondjuk pont itt. És egészen addig tartott a peron ott elől, látjátok. Ezt mindjárt meg is nézem. De tudni, hogy valahol itt lesz. Itt van még egy-két betonaj. Szerintem ez még a peronból maradt. Aztán majd lenézek az aluljáróba is, hogy ott van-e valami nyoma. A felfelé való lépcsőnek. El tudom kézni, hogy igen. Hoppá. És ott jön a hét. És egyébként eddig tartatott a peron. De az még megáll. Ott a megálló helyen szerintem. Ott van, igen. Az már József Attila lakótelep megálló hely, ott a hát. Ott hátrább. És akkor most visszajövünk. És valahol itt lehetett a peron vége, és egyébként arrafele van a Ráckeve. Jó, a túloldalt most ment el a vonatot, valószínűleg nem fog jönni. Ez pedig mindjárt ideér. És eset utána meg lemegyek az aluljáróba, és ott is szétnézek. Akkor mindjárt megpróbálok lemenni valahol a töltésről, és megnézzük. Hát jó, most ment el itt a vonat. Úgy tudom, hogy állomástávolságú közlekedés van itt. Úgyhogy egy darabig most biztos nem fog másik jönni. Meg hát a térközös akkor se jöhet egy darabig.
Húha! Na, essünk neki. Na, hogy akár, hát mi más lenne? Szerintem már lassan nem lesz olyan vonalbejárós videó, mikor nem találkozok akáccal. Vagy ha akáccal nem is valamilyen szúrossal, biztos. Oké. Okay. Ezt túléltem. És akkor mindjárt megnézzük ezt az aluljárót. Bazi, van itt forgalom, nem is kevés. Okay. És ez elég szűk, hát látszik, hogy ezt gyalogos aluljárónak tervezték. Aztán, igen, és ráadásul csak egy irányú. Így van, tehát ide azért bejönni. Na mindegy, csak át tudok valahogy rajta menni. Nem gondoltam volna, hogy ennek ekkora forgalma van. Aha, és nézzétek, csak itt volt. Itt volt a lépcső szerintem fölfele, és itt lehetett a peronra fölmenni valamikor. Hát ezt jól befalaszták. De nézzük csak meg, erre. Hát ha találunk itt még valamit. Hát igen, most már főleg a közút használja. De az is látszik, hogy nem közúti aluljárónak tervezték, mert éppen, hogy csak egy autó éppen szűken elfér benne egyébként. Hát látszik, hát most figyeljetek, amikor az autó bemegy, éppen, hogy el fog férni. Főleg igen, hogyha már egy gyalogos benne van, akkor már nem fél el. Meg így tőlem se félt el, hogy most itt vagyok. Föl kellett ide másszak. Hát nem semmi. Hát akkor ez szerintem ennyi is lett volna. Amit akartam, azt megtaláltam, és bemutattam. Bizony, ez itt egy... Volt gyalogos, ma már inkább közúti átjáró, és maga a kék tó megálló hely, úgyhogy szerintem ezzel a snittel is búcsúzhatok is, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok, találkozunk legközelebb egyébként, na látjátok, megint bement egy autó, és éppen hogy elfér. Ha jön szembe egy gyalogos, akkor már itt meg kell állnia és megvárnia, amíg kijön. Másképp nem fér be. Úgyhogy na, ez ennyi lett volna. Sziasztok!